az egyiptomi szellemvilág ősi alapjait az egyiptomi fáraók legyilkolását követően időszámítás előtt 1210-ben Trójában még felismerhetők a régi mitológiai alapok. Ezért, mivel ez egy régi ősi rend képviselő birodalom, Trója, megtámadja a sötétség, több mint 10 évig tart a trójai háború, aminek a végpontja a trójai faló története, amit valamennyien ismertek, és a trójai király 12 000 emberével elhajózik Trójából, és megalapítja a mai Rómát. Ha valaki Róma történelme után kutat, meg fogjátok találni, hogy Rómát trójaiak alapították meg. Egész pontosan a trójai király. A trójai király fia, Párizs herceg, alagutakon keresztül, ugyanis Görögországot és Magyarországot is, a Kárpát-medencét alagutak kötik össze, olyan alagutak, hogy 6 lovas szekerek közlekedhetnek ezekben az alagutakban. Lemennek Görögországba az alagutakba, és följönnek a Kárpát-medencébe, megalapítják Szikambriát, időszámítás előtt 1210-ben vagyunk, kicsit megerősödnek és tovább mennek, Párizs herceg megalapítja Párizst, és az országot a fiáról, Franciuszról nevezi el, így lesz Franciaország, a mai Franciaország. A mai Franciaországot is trójaiak alapítják, azok az ősnépek, akik, mondhatom úgy, talán legtovább őrizték meg az ősi egyiptomi mitoszt, Ozirisznek és Ízisznek, Istenapánknak és Istenanyánknak a tiszta emlékét. Később találkozunk Rómánál Romulusszal és Rémusszal. Magyar nyelven megfejtve ezt a két nevet, ha szóetimonokra bontjuk, Rom, ul, ős, és Rém, ős. Két szótagocskára bonthatjuk. Ők azok, akik a trójai kultúrára ráépítik az új római kultúrát, és az ő mitoszukkal már találkozhattok. Itt, ami nagyon fontos, hogy Romuluszt és Rémuszt kineveli? Egy szürke farkas. Nagyon fontos ez a momentum, ugyanis ő egy mitológiai állat, egy mitológiai lény. Régen ugyanis a nemzeteknek volt mitológiai állata. Az új Rómának, tehát itt nem a pogány Rómáról beszélek, aki trójai alapokon volt, az új Rómának a mitoszállata egy szürke farkas. A magyar nemzetnek a mitosz állata a fehér ló. Innen tudjuk, hogy ki milyen szellemi nemzetségből való. Abban az időben, amikor a trójaiak beérkeznek a Kárpát-medencébe, úgy hívják ezt a vidéket, Szikambriát, most mondhatom úgy, hogy a mai Visegrád-Dunakanyar területét, hogy Felső Görögország. Tehát van egy ógörög birodalom, ez Apollón istennek, Szent György isten fiúnak a időszaka. Görögöknél Apollón istenfiú a nemzet vezetője, itt Felső Görögországban pedig Szent György, a Kárpát-medencében élőknek a vezetője. Amikor a 400-as években Attila megjelenik Európába, ő is Szikambriában helyezi a királyságának a központját. Nagyon érdekes, hogy Mátyás királyunk is Visegrádba helyezi ennek a bizonyos időszaknak a egyik legfőbb királyi központját. Nem titok, hogy
Visegrádról indul egy olyan alagútrendszer, ami behálozza az egész Földet. Itt most csak Dióhéjba jegyzem meg nektek, hogy a csalagút, ami Franciaországot és Angliát köti össze, az az alagút mindig is megvolt, azt nem kellett kiépíteni. A mai világba belehelyeztek két simpárt, most vonatok közlekednek, mindig is megvolt. Gibraltár alatt is meghúzódnak ezek az alagutak. Görögország és Magyarország között is, Szicília és Görögország között is megvannak ezek a föld alatti járatok. Róma időszámítás előtt kis idővel indul útjára, és utána a római birodalom meghódítja az egész földközi tenger térségét, Európa nagy részét, Angliának jó részét, egészen a Hadrianus falig, amiről már beszéltünk. De mielőtt a római kultúra elindul, a görög birodalom már áll. És mielőtt Róma elindul hódító útján, a görögök már elfoglalták Egyiptomot is. A két nagy birodalom fúzionál. Ez lesz a két központú, a Konstantinápoly és a római központú nagy római birodalom. Kelet és nyugat római császárság. A görögök még mind elmondják, hogy ők szinte minden tudásukat Egyiptomból szerezték. Na de milyen egyiptomi tudást szereztek? Már a kifordított, Szet Isten hívő tudás volt az alapja a görög kultúrának. Keletről pedig a sárga császár elmét favorizáló és Isten tagadó tudása volt az alapja a tudásuknak. Ma az európai kultúra a görög kultúrán nyugszik. De ez a görög kultúra már egy teljesen kifordított mitoszt képviselt.